Halihó, sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáján, és csodálatos végre megint ilyen tavaszias, igazi, hát már-már azt mondom, hogy tényleg egész nap ilyen pozitív energiával teli nap van, süt a nap, a szellő lengedezk, elég sokáig kim voltunk a szabadban, és volt ereje a napnak, úgyhogy én teljesen fel vagyok töltekezve. Elmondom nektek, hogy ezt a videót pontosan egy félnapos verseny után, tehát most délután 5 óra, és egy ilyen félnapig tartó verseny után veszem föl, ahol megint csak, hát szóval annyira boldog vagyok, mert egy dieső. Egy dieső, ami az utóbbi időben van, tehát gyakorlatilag egy olyan 10 nap alatt én most ebben a pillanatban tartok 2 kiemelt arany minősítésnél, egy aranyéremnél, egy másik aranyéremnél, 4 darab ezüstérem, 2 bronz, és a mai nappal egy kategória énekverseny második, illetve harmadik helyezésénél, úgyhogy én nem tudom, alig tudtam most el is mondani, mert annyira sok és annyira boldogsággal tölt el. Úgyhogy mondom, nagyon-nagyon szép idő van, most innen jön be a fény, és úgy gondoltam, hogy most innen veszem fel ezt a videót, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a csomag, ami itt van mellettem, ez az Yves Rocher doboz, már szerintem 3 napja így van, és már nem akartam elpakolni addig, amíg nem veszem fel nektek ezt a videót, és az igazság, hogy még egy pár illatot is ide raktam magam mögé, mert ez is Yves Rocherhez tartozik, tehát Yves Rocher márkájú illatok, és hát szeretném ebben a videóban bemutatni őket, mert mindenképpen ajánlom őket. Szóval az a lényeg, csapjunk is bele ebbe a videóba. Rendeltem az Yves Rochertől megint új dolgokat, és először kezdeném azzal, hogy most a rendelésemhez kaptam egy ilyen ajándék neszeszer. Hát én még meg sem néztem, úgyhogy most tényleg megnézem, ilyen vászomból van. Nagyon kis puritán, nagyon kis egyszerű, ilyen kis fogantyúkája van, úgyhogy tudjátok, a neszeszerből soha nem elég felgyártással, bár most tényleg nekem elég sok van, de megpróbálom egyáltalán kinyitni, így ki kell cipzározni körbe, csak mindig ezeknek az ilyen vászonanyagoknak ugye ez a hátulütője, hogy nehogy így bekapja az anyagot a cipzár. Nagyon jó, szerintem tök sok minden fér bele, és ilyen magasabb dolgok is, úgyhogy most kapásból így ide mérem, egy ilyen 75 millis parfüm tökéletesen belefér, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. A másik, ami a rendelésemhez ajándék volt, az egy géles algát és seavajat tartalmazó, mi ez? Folyékony szappan. És most ezt én meg is fogom szagolni, van rajta egy ilyen biztonsági kis ilyen védő kupak. Most kíváncsi vagyok, mert én még ezt a folyékony szappant nem próbáltam az Yves Rocher-től. Jó, nagyon finom. Nagyon-nagyon finom illata van, olyan nagyon-nagyon friss, nagyon ilyen inkább ilyen citrusos illat, visszarakom ezt a védőt. Azt kell mondjam, hogy én az Yves Rocher-val először talán már a zeneakadémiai éveim alatt találkoztam, és az első volt, ahol én bent voltam, ez a nyugati pályaudvar mellett, ott a nyugati posta mellett volt, és szerintem a mai napig az egy márkabortjuk, és én oda jártam be, imádtam szagolgatni az illatokat, úgyhogy nekem egy nagyon-nagyon régi kötődésem van ebben a márkával, szerintem ilyen közel 30 éve, úgyhogy én kitartó hűséges vásárlójuk vagyok, és nagyon-nagyon szeretem. Még egyszer megnézem, hogy esetleg még mit ír, de nem, ez abszolút egy ilyen algás és seavajas. Ez volt az egyik ajándék, ugye egy bizonyos összeg fölött, ha online rendeltek a webshopból, akkor kategóriánként választhatok ajándékot, na ezt választottam, ez volt az egyik, és a másik ajándék pedig ez a tusfürdő bőrradír. Tehát ez egy body scrub oil, tehát ez egy ilyen olajos, radírozós
ilyen tusfürdő, amiben argánolaj van és rózsavirág, tehát rózsa, így néz ki. Azt hiszem, hogy ennek a testápolóját megkaptam szintén egy másik rendelésnél ajándékba, az itt figyel még a polcon. Igen, és ennek egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon édeskés, kifejezetten olyan tömény illata van. Igen, nagyon hasonlít a testápoló illatára, de azt hiszem, hogy az annak valami Indian Summer, vagy valami, nem tudom, tehát van valami külön konkrét elnevezése annak a családnak, de az is ilyen argánolajos, és hát nagyon hasonló még a kinézete is a flakonnak. Jó, hát ennek valami isteni, gyerekek, figyeljetek, ennek olyan illata van, mint valami nagyon finom édes desszert, mint egy ilyen pohár, nem tudom, ilyen édes hab, valami ilyen mousse, valami csoki mousse, és mondjuk karamell is van benne, de mindenféleképpen ilyen nagyon-nagyon édes kis illat, és mondom, ez egy radír, úgyhogy most már igazán el vagyok látva ilyen bőrradírokkal, mert ugye talán a Body Shop-tól, vagy én most már nem is tudom, melyik márkától használok ilyen kókuszos testradírt, meg egy másik, a Mannától is van valami ilyen testradírom, úgyhogy ezek nagyon jók, mert ugye most már jön a nyár, egy picit el lehet kezdeni radírozni a bőrödet, pláne hogyha mondjuk önbarnítót használsz, akkor mindenképpen előtte jó, egy kicsit leradírozod magadat. És azt hiszem, hogy volt még egy ajándék, igen, még egy ajándék volt a rendeléshez, úgyhogy ez most egy nagyon bőkezű csomag volt, ugyanis ez is ajándék volt. Én úgy emlékszem, hogy én ezt nem választottam, mert amit választottam, azok ott vannak, és szerintem ez is egy ajándék volt, igen, ez a harmadik kategóriás ajándék volt, ami viszont egy ilyen kollagénes lifting vegetál, tehát ez egy ilyen kollagénes ilyen lifting krém. Én azt hiszem, hogy talán ez egy nappali krém lesz, és még az sem kizárt, igen, nappali krém, rá van írva. Lehet, hogy van benne valami fényvédő faktor, ezt most így hirtelen nem látom, talán nincs is föltüntetve, akkor lehet, hogy nincs benne, de mindenféleképpen zsúr, tehát nappali krém, ő így néz ki, és akkor ezt most meg is nézzük. Én nagyon-nagyon szeretem az Yves Rocher krémeket, mert nagyon könnyedek, nagyon-nagyon hamar beszívódnak a bőrbe, és nagyon táplálóak, és nagyon-nagyon jól reagál mindig rá a bőröm. Tehát nagyon-nagyon látványosan, gyönyörűen föltölti, pihe-puha lesz a bőröd utána. Ha éjszakai krémet raksz föl reggelre, én határozottan látom mindig, hogy kisimultabb, és pont azt szeretem ezekbe a krémekbe, és ez is ilyen. És isteni illata van, hogy ilyen nagyon könnyed állagúak. Szóval ezek nem ilyen tömény, már azt kell mondjam, hogy ilyen kicsit ilyen gélesebb, hígabb textúrájú krémek, és hát nagyon-nagyon klassz, finom illatuk van, és nagyon könnyed. Ennek kifejezetten ennek a krémnek nagyon finom illata van, és hát nagyon hamar beszívta a bőröm, látjátok, szóval, és nem hagy semmiféle ragacsos utóhatás, semmi olajos, és nézzétek meg, hogy majdnem, hogy van egy ilyen mattító hatása, úgyhogy én azt mondom, hogy akár még egy ilyen primernek is lehet használni, mert nagyon jó sminkalap lehet, nagyon jól hidratál, nagyon jól feltölt, gyönyörű, sima, és tényleg egy szép bőrfelületet ad. Úgyhogy én ezt mindenféleképpen akár tényleg mondom egy ilyen primernek is javaslom, próbáljátok ki. Amúgy is ez a Serum Vegetal, illetve a Lifting Vegetal, az egyik ilyen lila csomagolású, ez ilyen zöld. Ez a sorozat nekem nagyon bejött, és nagyon-nagyon jó szívvel tudom nektek ajánlani. Amit viszont tényleg választottam, az három dolog. Az egyik, azt újra vettem, mert annyira bejött, egy algás, illetve ilyen, tehát ilyen mikroalgákat tartalmazó, ilyen ultra frissítő
tisztító gél, de ez egy ilyen zselés állag, és ez állati jó smink eltávolításra is, de arctisztításra mindenféleképpen. Én ezt elhasználtam egy ilyen flakonnal, most vége van annak, tehát azt hiszem talán már az elfogytak videóba be is mutattam, talán egy kisebb kiszerelés volt, egyébként ez talán egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen 100 millis lehet, vagy fogalmam nincs, mert nem látom jól, igen, talán 100 milli, de nagyon-nagyon klasszul tisztít, és nagyon frissítő, és nagyon jó az állaga, és egy kis mikroszemcsék vannak benne, nem tudom, hogy látjátok-e, és ezek a kis mikroalgák, tehát nagyon jól fel van építve ez a lemosó, mert nagyon-nagyon könnyű használni, és nagyon jól lemossa a sminket, úgyhogy én azt hiszem, hogy én ezt még simán a szememre is fölrakom, de mindenféleképpen mondom, ilyen arctisztításhoz ez egy nagyon-nagyon jó, az a neve különben, hogy Pur Alga, tehát Le Gel, Le Gel Nettoyant Ultra Franceur, na mindegy, hagyjuk, alá mikroalga, tehát hogy mikroalgákkal egy ilyen frissítő cleansing gél, jó? Tehát maradjunk ennyibe, úgyhogy ezt nézzétek meg mindenképpen, mert nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani. A másik, amit szintén újra vásároltam, picit régebben használtam, az egy ilyen szírum, méghozzá ez a Sebo Vegetal, ez a Sebo Pure Vegetal szérum, ami egy ilyen azt hiszem, hogy ez is valami mindjárt megnézem, gyerekek, hogy pontosan megmondjam nektek, hogy mi van benne. Nos, pillanat. Utána néztem. Ez egy kifejezetten zsírosodásra hajlamos bőrre javasol, úgyhogy én nekem nyáron, ha jön így a meleg időszak, akkor mindig egy kicsit fényesedik a bőröm. Nem kifejezetten zsírosodik, de ez a fényesedésre hajlamos. És ez viszont egy bőrfelszínjavító, antioxidáns, tehát ilyen antioxidáló hatású szérum, ami a fagyutermelést így csökkenti, szabályozza, kordában tartja, és egy ilyen elég híg szérumról beszélünk, aminek különben ilyen pipettás, látjátok, ilyen pipettás kiszerelése van, és nagyon finom, ilyen frissítő, na most megnézem, kipöppentettem egy picit a kézfejemre, így, tehát egy ilyen állaga van, itt látjátok, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon híg, és egy nagyon vizes állagú, viszont nagyon hamar beszívódott, tényleg hihetetlen, ez se hagy semmiféle ragacsos utóhatást, és ennek is nagyon finom, kifejezetten ilyen citrusos, nagyon-nagyon frissítő illata van, úgyhogy ha zsírosodásra hajlamos bőröd van, és szeretnéd, hogyha ezt egy picit valami blokkolja, tehát a fagyutermelést szabályozza, illetve egy nagyon szép bőrfelszín kiegyenlítő hatása van, és így mattítja az arcodat, akkor mindenképpen ezt a Sebo Pure Vegetal szérumot nézd meg, és ezt nagyon-nagyon ajánlom akkor neked. És az utolsó, amit rendeltem, az pedig kifejezetten egy sminklemosó krém, Pure Kamil, tehát ez egy tiszta kamillás kivonatú, bio kamilla kivonatú ilyen krém arctisztító, és ezt az egyet már kipróbáltam, és nagyon jól működik. Nagyon szépen tisztítja a szemedről a sminket, nagyon szépen tisztítja a bőr, úgyhogy én mutatom is nektek, hogy ennek egy abszolút, látjátok, egy ilyen krémes állaga van, ami amúgy egyébként azt kell mondjam, hogy egy abszolút szagtalan, tehát semmi illata nincsen, és nagyon jól be kell így nedvesíteni a kezedet, utána fölviszel egy ilyen borsó nagyságot, összegyurmázod a kezedben, és szépen elkezded tisztítani az arcodat, és ez egy nagyon-nagyon jó kis cucc. Azt kell mondjam, hogy még van benne, azt hiszem, hogy aloe vera is, de a kamillát azt mindenféleképpen látom, és abszolút egy ilyen érzékeny bőrre is ajánlja, úgyhogy
Az Yves Rocher-nál azt szeretem nagyon, hogy azért erre nagyon figyelnek, hogy én nekem még soha az életbe egyetlen egy Yves Rocher termék nem irritálta a bőrömet, hogy tudom, hogy nem lehet összehasonlítani most hirtelen, mit tudom én, a La Roche-Posay-val vagy a Clinique-kel, de én azt kell mondjam, hogy picit valahogy úgy oda sorolom ezt a márkát, mert nagyon jó termékei vannak. Azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben iszonyat drága lett, tehát majdnem, hogy ilyen high-end kategóriában vannak a termékeik, mind az arcfémek, mind akkor bejönnek ezek a szállójuharok, hát hihetetlen ezek a tiszta hóviharban. Na, szóval, hogy kicsit olyan high-end árkategóriába kerültek a parfümök is, a krémek is, az arctisztítók is, minden, de mindig vannak ilyen nagyon jó akciók, és én akkor szoktam rendelni egy ilyen nagyobb dobozzal, és akkor mindig egy csomó ajándék is jár hozzá, úgyhogy akkor szerintem megéri vásárolni. Úgyhogy ez volt az Yves Rocher-s rendelésem, de mindenféleképpen szeretnék nektek mutatni három illatot. Az egyik az ős illat, tehát amikor így berobbant az Yves Rocher, ez volt az első olyan illat, amiben gyakorlatilag beleszerettem, és azóta is tart ez a szerelem, és talán egy ilyen 15-20 év után kezdtem megint újra vásárolni a Common Evidence illatot, amiből most nekem van egy ilyen 75 millis, és annak a fele már elhasználódott. Ez egy fantasztikus illat, tehát ez egy annyira tavasz-nyári parfüm, és azt kell mondjam, hogy az Yves Rocher illatok elég jó tartósak is. Nem tudom, nem hiszem, hogy van olyan, aki nem ismeri ezt az illatot, de ha mégsem ismernéd, és később találkoztál volna a márkával, vagy esetleg most találkozol vele a videóm kapcsán, akkor mindenféleképpen menj be egy Yves Rocher-ba, majdnem minden, szerintem minden plázában lehet kapni, vannak márkaboltjaik, és mindenféleképpen ajánlom az illatokat megszagolni, mert ezek nekem nagyon régi nagy kedvenceim, és nagyon ajánlom is őket. És most van egy új sorozatuk, ilyen kis színes, pici kis üvegcsék. Az egyik egy ilyen nagyon frissítő, ilyen zöld tea, ilyen citrusos illat, ez a Vert Envolé, amiből már nagyon-nagyon pici van, már szinte semmi, egy ilyen egyfújásnyi, ami egy ilyen nagyon-nagyon könnyed, friss, citrusos, de mégiscsak van benne valami virág is, és nagyon-nagyon eltalált ez az illat, nagyon-nagyon szeretem, nem kizárt, hogy én ezt újra fogom venni. Amúgy egyébként ez is egy ajándék volt az egyik rendelésnél, úgyhogy nagyon-nagyon gavallérok, és nagyon bőkezűen adományoznak ilyen ajándékokat, mert így meghájlálják azt, hogy vásárolsz. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon finom illat, hogyha kerestek egy ilyen frissítő illatot, ezt a zöldet ajánlom mindenképpen, és van egy ilyen rózsaszín kis üvegcséjük, szintén ebből a sorozatból, ez pedig a Plein Soleil, ami pedig egy igazi virágcsokor. Nagyon sok virág van benne, rózsa mindenféleképpen, a jázmin nagyon-nagyon erősen dominál. Én szerintem valami íris is lehet benne, meg frézia, szóval ezek az igazi, nagyon-nagyon erős intenzitású illatok, tavaszi virágok. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon finom illat. Képzeljétek el, ez úgy került hozzám, hogy ezt végülis anyukámnak vettem, aki közölte, hogy ő csak a citrusos illatokat szereti, úgyhogy kösz. Ez visszajött hozzám, viszont a Clinique Happy-t átvittem, úgyhogy annak meg nagyon örül. Úgyhogy attól meg én szabadultam meg, mert az utóbbi időben azt nézem, hogy a Clinique Happy-t nem bírom magamon elviselni, ő neki meg nagyon tetszett. Úgyhogy így ez a kis tavaszi bukett, ez a tavaszi virágcsokor buké, ez hozzám került, és ez benne van mindig a táskámban, úgyhogy, és meg is dicsérték. Úgyhogy ennyi lett volna még az illat ajánlóm ehhez a kis Yves Rocher rendeléshez. Én nagyon remélem, hogy kaptatok inspirációkat. Én nagyon szeretem ezt a márkát, és tulajdonképpen mondom, lassan 30 éve hűségesen kitartok a márka mellett. Kifejezetten nagyon szeretem a tusfürdőjüket. Ennek a Common Evidence-nak a tusfürdője a világ egyik legtartósabb tusfürdője. Szóval avval tusolni, fürdeni, utána befújod magadat. Hát én most be is fújom magamat ezzel a parfümmel. Utána befújod magad ezzel az illattal,
és egész nap. Tényleg, szóval annyira tartós, és annyira kifinomult, és annyira elegáns illat, hogy mondom, vetekszik a high-end kategóriákkal. Nálam ez az Yves Rocher, mondom, ez egy ilyen La Roche-Posay Clinic szinten van, de cáfoljatok meg, hogyha ti nem így gondoljátok, nyugodtan írjátok meg kommentbe. Nagyon várom az üzeneteiteket, nagyon várom, hogy miket kommenteltek, ti szeretitek-e ezt a márkát, ha igen, akkor mit használtok, mióta, stb. Stb. Úgyhogy mindenféleképpen kommenteljetek, lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornámra, vigyázzatok magatokra, és találkozunk hamarosan. Jövök egy új videóval. Sziasztok!